Ellopták a páva tollait. Összecsomozták a palikot. Elrabolták az ebra csíkjait. Retteg már az állatkert a sok büntény miatt. Csak egy valaki nyomozhat. Sherlock ajak. Itt Sherlockja. A nyomok erre vezetnek. Meg lesz a tettes. Ha elveszel, ő megtalál. Sherlock ajak. Azonnal indul. Urán néz ki, meg lehet. De az esze rengeteg. Minden bűnös lecsukat. Sherlock ajak. Már is ott vagyok. Vajon kitaláljátok Sherlock előtt, hogy kifirkálta össze a paradicsom madarat? Ó, Hermione, hadd kívánjak neked boldog szülinapot! Köszönöm! Ó, Hermione, szeretnék boldog születésnapot kívánni neked! Köszönöm! Szenzáció! Mit oda tehetség? Csodálatos! Ösztönözem szép munkának, haver! Szervus, Sherlock! Ó, Hermione! Épp mondani akartam neked! Láttad ezeket a rémes festményeket? A paradicsom madár akár egy tolseprű! Mester! Évek óta csodálom a munkáidat, ezek a vásznak lenyűgözőek! Hát hogyne, teljesen egyetértek veled! Én magam is próbálkozom festéssel! Hadd mutassak pár vázlatot! Ó! Oh. De hisz ez egyszerűen borzalmas! Ó, mester! Engedd meg, hogy a tanítványod legyek! Nem! Kaméleon! Igen, mester! Tüntesd el innen ezt az alakot, és ne engedj be többé senkit! Teljesen használhatatlan vagy! Igen is, mester! Húzod a bundát! Jaj, ne haragudj! Kedves rajongóim, ideje, hogy áhítattal megtekintsétek legújabb mesterművemet! Oh! Ez egy igazán eredeti darab pajzs! Szenzációs! A nevem Marabó, az állatkerti hírmondó művészetkritikusa vagyok. Nézzük csak, ez az új festmény pontosan úgy néz ki, mint az összes többi. Azt akarod sugallni, hogy ismétlem magam? Én nem sugallom, hanem azt állítom. Meg is fogom írni a következő cikket. Megtiltom neked! Elég az írásból, kopasz mi lesz a sajtószabadsággal? Nagyon meg fogod ezt bánni. Kaméleon! Azt mondtam, ne engedj be ide többé senkit! Teljesen használhatatlan vagy! És fejezd be a folytonos evést! Nem lehet nagy öröm ennek a paradicsom madárnak dolgozni. Egyébként, Hermione, azt akartam mondani neked, hogy nagyon ízletes ez a citrus tea. Itt Sherlock, a jak. Hű, azt a nem jóját! Már is ott vagyok! A paradicsom madár volt az, teljesen elcsúfították. Szerintem egészen jól néz ki. Te meg miről beszélsz? Tönkretették a mesterművemet, a piros amúgy sem az én színem. Kezdjük az elejéről. Mit csináltál ma délután a megnyitót követően? Nos, először is bevittem a mesterművemet a széfbe. Aztán szundikáltam egy kicsit. Amikor felébredtem, azonnal tudtam, hogy valami fenségeset látok. Magamat. És aztán? Ezután visszamentem a széfhez. Pontosan ezt mondtam. Aztán hívtalak titeket. Ami remek ötlet volt. Először is eléggé biztonságos a széfed. Próbáld meg kinyitni, és meglátod. Vigyázz, Sherlock, lehet, hogy valami trükk van benne. Ne félj, Hermione. Bölcs tanítómesterem megtanított a legtrükkösebb trükkre is. Legelső szintű vizsga feladat. Ha nem tudod, mi van a vázában, óvatosnak kell lenned. Áttérhetnénk a második feladatra, mester. Remek, úgy látom, ez a széf valóban biztonságos. Kinyitnád még egyszer, kérlek.
Semmi nyom. Furcsa. Ez meg mi? Egy piros toll. Megkaphatnám. Mit művelté, te őrült? Bebizonyítottam, hogy ezzel a tollal firkálták össze. A tinta tökéletesen egyezik. Felismerem. Ez a marabúé. Követelem, hogy azonnal tartóztasd le! Egy pillanat. Ott találtam még ezt a darab prémet is. Ez bizony egy hiénáé kétség kívül. Akkor tartóztasd le a marabút és a hiénát is! Csillapodj le! Egyelőre ők csak gyanúsítottak. Először ki kell hallgatnunk őket. Igen? Szervusz! Épp nyomozunk egy ügyben. A paradicsomadár legfrissebb festményét összefirkáltam. Remek! Nem nagy veszteség a művészet számára. Meséld el nekünk, mit csináltál délutántól kezdve? Az irodámban voltam, és épp azt írtam, hogy a paradicsomadár jobban tenné, ha minden képét egyszínűre festené. Az irodádban írtál? Ez furcsa, mivel a tetején találtunk egy tollat. A te piros tolladat! Nem kedvelem a paradicsommadarat, de tisztelem a művészetet, és ne feledd el azt sem, hogy ő vette ki a szárnyomból a tollat ma délelőtt. Ez igaz. Úgyhogy mivel nincs ellenem bizonyítékot, a kártatlannak vallom magam. Most hagyjatok magamra, még be kell fejeznem a cikket. Na jó, akkor menjünk és kérdezzük ki a hiénát. Valami vandál összefirkálta a paradicsom madár festményét. Úgy bizony. Kár azért a képért, de talán ebből majd tanul a paradicsom madár, aki egy ronda önimádó alak. Akkor meséld el, hogy mit csináltál a délután folyamán. Amikor eljöttem a megnyitóról, kölykökre vigyáztam. Ez nem a délutánból való véletlenül? Igen, ezt a darabot ott találtuk a festmény mellett. Ez valami tévedés. Esküszöm, hogy víziló asszonyságnál dolgoztam. Már is ellenőrzöm. Halló, víziló asszonyság? Igen. Megerősített, hogy a hiéna ma délután a kicsinyeidre vigyázott? Természetesen, és rengeteget rajzolt velük. Ó, és nagyon boldog születésnapot neked, Hermione. Ó, köszönöm. Nos? Az alibije bomba biztos. Mondtam, hogy nem én voltam. Odébb állnál? Nem látom, mit festek. Na, szia. Ó, igen. Nagy a hasonlóság. Ó, tényleg, Hermione, már épp mondani akartam. Igen? Faggassuk ki az utolsó gyanúsítottat. Újabb gyanúsított? Olyas valaki, aki ellenszenvet érezhet a paradicsom madár iránt. A kaméleon. Remek következtetés, Hermione. Kedves kaméleon, mit csináltál, miközben a paradicsom madár szundikált egy kicsit? Nos, én... nézzük csak... szóval... Nem megmondtam százszor, hogy ne kompe folyton mindent, ami berepül ide? Visszataszító szörny vagy! Tűnj a szemem elől! Nagyszerű, már tudom is, hogy ki a tettes. Na és ti, ifjú nyomozók, ha jól figyeltetek, akkor bizonyára ti is rájöttetek már. Segítségképpen foglaljuk össze. A paradicsommadár betette a festményt a széfbe, amit csak is ő tud kinyitni. De a festményt valaki összefirkálta egy piros tollal. Három gyanúsítottunk van, akik haragudhattak a madárra, a marabú, a hiéna és a kaméleon. De hármójuk közül csak egy juthatott be a széfbe. Kitaláltátok, hogy ki az? Valójában egyszerű dolgom volt. A te bundádból találtunk egy maroknyit a festmény mellett a széfben. De te kicsikre vigyáztál, amikor a bűntényt elkövették, úgyhogy neked szilárd alibid van. És ami téged illet, a te piros tolladat is a széfben találtuk. Nem tudod, hogy kerülhetett oda? Nem, mert a széfet nem lehet felfeszíteni, magam ellenőriztem. A tettesnek ugyanakkor kellett a széfbe mennie, amikor a paradicsommadár kinyitotta azt. Tudod te, hogy miről beszélsz itt, te bárdolatlaiak? Azt észrevettem volna! Szó sincs róla, nem igaz, kaméleon? Mert te vagy az elkövető!
Úgy bizony. Hisz láthatatlanná tudsz válni. Szépen bezáradtad magad a képpel együtt, hogy aztán összefirkálhasd. Aztán türelmesen megvártad, hogy a paradicsommadár kinyissa a széfet. Nem! Beismerem, én voltam. Már nem bírtam elviselni ezt a beképzelt madarat. Meg kellett leckésztetnem. Én? Beképzelt? Te undorító szörnyetek! Azonnal kérj bocsánatot! Most meg hova tűnt innen? Arra megy! Nos, Kaméleon, mit tudsz a mentségedre felhozni? Nem akartam én a marabúra vagy a hiénára terelni a gyanút. Nem vagyok én gonosz, csak elegem volt már a paradicsom madárból. Megértelek, Kaméleon, de muszáj valami büntetést kapnod. Van is valami, ami épp megfelel erre a célra, de ezúttal ne próbálj meg eltűnni előlem. Megígérem. Ó, remek. Minden megoldódott, igaz, madár? Ja, egyébként Hermione, már akartam mondani... Mit? Hogy a paradicsom madár megérdemelte? Vagy hogy imádod a citrus teát? Vagy hogy oda vagy a skordudáért? Nem. Azt, hogyha nem csal az emlékezetem, akkor 17:30 születtél. Igen? Szóval nem felejtetted el? Persze, hogy nem. Csak a megfelelő időpontra vártam. Boldog szülinapot, Hermione! Magyar hangok. Sherlock, Magyar Bálint. Hermione, Vadász Bea. Magyar szöveg, Angyal Andrea. Szerkesztő, Horváth Ádám Márton. Hangmérnök és vágó, Vüns Attila. Gyártásvezető, Farkas Márta. Szinkronrendező, Nagy Ákos. A szinkront az MTVA megbízásából a Vidar Team készítette.